Szinte teljesen üresen áll a nagykálói ipari és logisztikai park. A 31 hektáros, az M3-as autópálya mellett fekvő területet mintegy 910 millió forintból építették ki, átadására pedig 2011. szeptemberében került sor. A logisztikai területen kisebb és nagyobb cégek számára is állnak rendelkezésre területek, 5000-től egészen a 150 ezer négyzetméteres nagyságig, azonban eddig mindössze egy vállalkozás működik az ipari parkban. A nagykálói önkormányzat különböző kedvezmények biztosításával igyekszik meggyőzni a befektetőket. Pontos Nagykállóban az ipari park léte. Az elmúlt időszakban nagyon nehéz küzdelmeket folytattunk, illetve jelenleg is folytatunk, azért, hogy az ipari park működőképes legyen és lehetőséget adjunk vállalkozásoknak betelepülésre. Folyamatosan tárgyalunk kisebb-nagyobb befektetőkkel, van már, aki már épített is, és van pályázat is beadva a vállalkozónak. Azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy a kormányzat olyan intézkedésekkel próbál segíteni, ahol munkahelyteremtő beruházásként, vagy egyéb támogatás, telephelyfejlesztés, illetve egyéb támogatásként próbálja az ipari parkoknak a betelepülését helyzetbe hozni. Mi ezt próbáljuk kiaknázni, több tárgyalásunk van folyamatban, mindenképpen szükséges hozzá jó szerencse, politikai támogatottságunk megvan, vannak elképzelések, és bízunk benne, hogy következő 2-3 évben jelentősen meglendül a betelepülő vállalkozásoknak az aktivitása. Most talán egy módosított kormányrendelet is segíthet a probléma megoldásában. A kormányzat és az ipari parkok képviselői által közösen működtetett ipari park tanács javaslataira épül az a szabályozás, ami a korábbinál rugalmasabban segíti az ipari parkok működéseit. Így például elősegíti, hogy a betelepülő vállalkozások hatékonyabban hívhassák le az Európai Uniós forrásokat, és új ipari park kategóriát is teremt. Ugyanakkor szigorúbb is, mivel kizárja azokat a parkokat a címviselésére jogosultak köréből, amelyek nem produkálnak valós gazdasági működést. Magyarországon több mint 200 ipari park működik, mindegyik nagyon fontos szerepet tölt be az adott régió gazdasága szempontjából. Igen, jelentős exporttevékenységet folytatnak az ipari parkok, és a helyi munkaerőteremtésnek is fontos eszközei. Az új szabályozás egyik legfőbb novuma az, hogy bevezetődött a tudományos és technológiai ipari park kategóriája is, amelyek az olyan ipari parkok nyerhetik el ezt a címet, amelyekben a vállalkozások folyamatos K plusz I plusz F tevékenységet folytatnak, illetve együttműködnek felsőoktatási intézményekkel is. Ezen ipari parkok esetében enyhébb követelményrendszert fogalmaz meg a rendelet a tekintetében, hogy kisebb terület is elegendő ezeknek az ipari parkoknak a létesítéséhez, és tekintettel a tevékenység kevésbé munkaerő intenzív voltára, kisebb foglalkoztatottsági létszám mellett is elnyerhetik az ipari park címet. A belgazdaságért felelős helyettes államtitkár továbbá arról is beszélt. 2013. január 1-én kezdte meg működését az ipari park portál, amely angol és magyar nyelven nyújt információt a befektetőknek, többek között a parkok jellemzőiről, eredményeiről és az általuk nyújtott szolgáltatásokról. Az ipari park portál elérhető a www.ipariparkokmagyarország.hu címen.